Az elnökség mandátumának fél idejében tartotta közgyűlését ma a megyei ügyvédkamara. Az elnök értékelése szerint a kitűzött feladatok időarányosan teljesültek, a kamara gazdálkodása stabil és kiegyensúlyozott. Lassan lejár a székház megvásárlásához felvett hitel is. Nagyon nyomott minket ennek a szép székháznak a megvétele, és hát mi is sajnos a devizások közé tartoztunk. Ez tagságunkra elég nagy terhet rót ez az év meghozza a felszabadulás lehetőségét ebben az értelemben is. Kicsit rányomta az elmúlt két évre a Budapesti Ügyvédi Kamara választása körüli hercehurca, ami idénre lezárult, így úgy az országos vezetés, mint mindenki megnyugodhatott, hisz legitim választott vezetők állnak az ügyvédség élet. Az ügyvédi kamarát veszteség is érte az elmúlt két esztendőben. Korábbi elnökük, aki 41 évig volt a megyei kamara elnöke, Józsa Domonkos meghalt, és több kollégát is gyászoltak. Viszont sok a fiatal tehetséges kolléga, akik aktív tagjai a kamarának. Én úgy gondolom, hogy az ügyvédség nagy kihívás előtt állt, áll, és a jövőben is az lesz. Gondolok itt erre a jogszabály dömpingre, amely nyomja a szakmai munkát. Rengeteg feladatunk van az ügyvédek felkészítésében, arban, hogy minél hamarabb magáévá tudja tenni a jogszabályi változásokat. Itt mindenképp meg kell említenem a törvényszék segítségét, nagyon jó a kapcsolatunk elnök úrral, lehetőséget biztosít arra, hogy minden olyan képzésen, amit a bírák is megkapnak az új jogszabályokból, ügyvédeink, ha kívánnak, részt vehessenek rajta. Az elmúlt idő azt bizonyítja, hogy egyre többen veszik igénybe ezt a nemes gesztust. Beszámolót tartott a megyei közgyűlésen a megyei kamara úgymond pénzügyminisztere, a kamaratitkára is. Örömmel jelentem, hogy a kamaránk gazdálkodása nagyszerű, kiegyensúlyozott példás, ugyanis minden évben nyereséggel zárunk, és nagyon-nagyon megfogunk minden fillért. Idén júniusban lejár a nyakunkon levő devizahitel, és onnantól kezdve már ezt nem kell nyögnünk, idén is pozitívval tervezünk.